Nem szakad el Új-Kaledónia Franciaországtól. A függetlenségi népszavazáson a nemek győztek 53,26%-kal. Az Ausztráliától keletre, Új-Zélandtól pedig északra fekvő szigetcsoport már 2 évvel ezelőtt is elutasította a függetlenné válást egy hasonló népszavazáson. Akkor a résztvevők 57%-a szavazott nemmel. A mostani eredmény után lehetséges, hogy 2022-ben ismét az urnák elé járulnak a szigetlakók. Az elszakadást elsősorban az őslakos kanakok támogatják. A 80-as években súlyos összecsapások voltak köztük és az európai gyarmatosítók leszármazottai között. A békés együttélés érdekében 1998-ban dekolonizációs tervet fogadtak el Új-Kaledóniában. Ez a szerződés teszi lehetővé a népszavazás megtartását is. A szigetcsoport már 170 éve Franciaország tengeren túli területe, és jelenleg évente 1,5 milliárd dollárnyi pénzügyi támogatást kap a francia költségvetésből.